Épp hogy kicsöngettek, megérkeztek a munkások az Izsák Imre általános iskolába. A legnagyobb beruházás ezúttal a tornateremben zajlik. Jelenleg a tornacsarnok galériájának padozatcseréje zajlik. 18 millió forintos tankerületi beruházás keretében a vállalkozó felszette a betont, és a feltörött, a dilatáció miatt feltörött járólapot, megtörtént az aljzat betonozása, a kiegyenlítés jelenleg a feszültségoldó szőnyeget terítik le a kollégák, a járólapozás után pedig a helyreállító festés következik majd a beruházás végén. Az épület más részein megkezdődött az elhasználódott eszközök selejtezése. Ezt várhatóan augusztus elején a tantermek festése követi. Az Izsák iskola mellett nagy munkálatok zajlanak az Rényi gimnáziumban is. Tájékoztatott Kajári Attila, a zalaegerszegi tankerületi központ igazgatója. Az egyik az Rényi gimnázium, ugye korábbi beruházásnak az utolsó munkát végzik, de emellett egy 86 millió forintos laborfejlesztéssel indult, ahol az eszközök már megérkeztek, és a labor kialakítása, ugye most, hogy nincsenek gyerekek, most tudunk a tantermekhez, laborhoz hozzányúlni, és most fognak elkészülni az új labor szeptemberre. És a harmadik nagy beruházás az pedig az Adi iskolában lesz, mégpedig egy jó szakaszon a régi szányban a régi 40 éves vízvezeték hálózatot kicseréljük, mert az sok problémája volt, ugye ezt közösen az önkormányzattal csináljuk. A beruházások szeptemberig mindenhol befejeződnek, így a diákok megújult, tiszta környezetben kezdhetik majd az új tanévet.